Többen nem csak jelmezzel, de műsorral is készülnek a farsangra. Ezek a felvételek tavaly készültek a Döbrökközi jelmezbálon. Idén azonban nem lesz lehetőség ilyen nagyszabású mulatságot rendezni, pedig a néphiedelem szerint a január 6-ától húshagyókeddig tartó időszak a vidámság, a dőzsülés és a felszabadultság ideje. Ez idén február 16-áig tart. De nézzünk kicsit messzebb. Vajon mióta ünneplik ezt az eseményt? Farsang idejét nézzük, az első írásos források, azok Németországban, Bajorországból maradtak fent, 14.-13. századból. Magyarországon az írásos források a 15. században említik, tehát itt főként Mátyás udvarából ismerjük a leírásokat. Mátyásnak, akinek az egyik felesége Beatrix olasz származású volt, ezért az olasz kulturális kapcsolatok is megélénkültek, és ennek hatására az olasz karnevál, tehát egy bizonyos fajta középkori vagy egy közép-kelet-európai jellege elkezdődött, meghonosodott Magyarországon is. A nemesek, illetve a királyi udvar körében ez az olasz jelleg terjedt el először, míg a városi és paraszti rétegek körében a 16. századtól főként a német-osztrák hatásra terjed el igazából a farsang. Maszkákat, tehát maskarákat vettek, másoknak öltöztek, és mindeközben színes csoportokban különböző játékokat, tehát ilyen paródia jellegű alakoskodó játékokat adtak elő. Ezek a maszkos alakoskodók rengeteg, tehát a repertoárjukban 4-5 olyan dramatikus színjáték volt, amit a farsangi időszakban szeretettel adtak elő. Ilyen volt az áltemetés, az áll esküvőt adtak elő, általában fiatal férfiak öltöztek be ennek. Az állesküvő alatt nyilvánvalóan rongyos ruhákba, régi elhasznált ruhákba öltöztek, korommal lisztelkenték be az arcukat, a körülöttük állókat. Tulajdonképpen a néző közönséget is ugyanúgy, mint a régi karneválok alatt bevonták ebbe a szerepjátékba, de mindig a lényege, itt nem a szomorúság, hanem a vidámság, mindig egy paródiát adtak elő. Ezek a szokások a 19.-20. századig fennmaradtak. Nagy szerepe volt ezekben a játékokban a testiségnek is. Karnevál, tehát a carne szó, az a húst jelenti. Ez igazából az emberi testiségnek és a húsát, tehát az emberi húst is jelenti. Ez előrevetíti, hogy valójában a szexualitásnak a jelképei, szimbolikája ugyanúgy nagyon-nagyon erőteljesen megjelenik a karnevál alatt. Ez mind összefüggött azzal, hogy ezek a társadalmi normák valamilyen szinten felszakadtak, hogy esküvőket tartottak. Például a maszkos alakoskodó gólya alak, az kifejezetten a fiatal lányokat kereste meg, azokat csipkette, tehát vagy olyanokat, akikről tudták, hogy szeretőt tartanak, vagy tudták, hogy megházasodott és gyermekáldást kívántak nekik. Tehát mindenképp egyfajta ilyen szexualitás megtalálható ezekben a játékokban. Ilyen volt például a halottaknak, az álhalottaknak, kifejezetten szerették a fallosszát egy kukoricával, vagy répával, vagy valamivel helyettesíteni, és akkor a körbeálló sírató tömeg azt fogdosta, ilyen volt az állakasztásnak a története, ahol szintén ilyen erőteljes szexuális töltetűek voltak ezek a játékok, illetve ezek a párbeszédek. Tehát megjelenik benne ez is, és ez mind-mind visszafejtve ezeknek a történetét, tényleg oda vezethető vissza, hogy ezek a társadalmi normák, ezt egy kicsit szakszóval úgy lehet nevezni, hogy a szent és a profánnak a határa elmosódott, és bizonyos határig ezek a vétkek, ezek a közösségi normák áthágása megbocsáthatónak volt tekinthető. Fuchs Márta elmondta, hogy ebben az időszakban tartották általában a lakodalmakat és a nagy disznóvágásokat is. Az év ezen szakaszában az emberek is jobban ráértek. Ekkor a tavalyi munkák már lezárultak, az évi nagy mezőgazdasági munkák nem kezdődtek el, tehát eleve a mezőgazdasági munkák adnak egy olyan paraszt ünnepet, egy egyszerű keretet ennek az életnek, a felszabadult életérzésnek, amit ebben az időszakban ki lehet használni. A másik farsangi kapcsolódás, ugye az ételeknek a kapcsolódása, mivel megindul a bőjt, tehát a 40 napos nagybőjt húsvét előtt megindul, ezért a farsangi időszakra a nagyon bőséges, húsos, zsíros ételeknek a jelenléte lesz a jellemző.
Ide tartozik az egyik nagyon érdekes dramatikus szokás, egy játék, tehát ez egy ilyen pantomim jellegű alakoskodó játéknak az előadása, Cibere Vajda és Koncz királynak az előadása, mint a nevébe is benne van, a Koncz az a húst, a zsíros ételt, a Cibere az a szegény ételt jelenti. Általában a farsang elején Koncz király győz, a farsang vége fele hús vagyok kedden előadva, pedig már a Cibere leves, tehát a bőti ételek fognak diadalmaskodni. Éppen ezért ezek a farsangi étkek tulajdonképpen az egész évre szóló bőséget próbálják meg megteremteni egyfajta mágikus jelleggel. A termésnek a bőségét, az állatoknak a termékenységét próbálják ezzel a bőséggel mind-mind előidézni. Éppen ezért a farsangi báloknak az étkei, kifejezetten a disznóvágási toros ételek, töltött káposzta, középkorban a különböző kássákat ebben az időben bőséges zsírral főzték, meg hússal tálalták. Ugyancsak gyakori volt a sütött tésztáknak, tehát a zsírban sütött tészták, gazdag tészták elterjedése. Ugye nagyon mindenki ismeri a csörögefánkot, amit például a Dunaföldváron siskának neveznek, a szalagosfánknak az elterjedését. A német nemzetiségiek például perecet sütöttek farsangkor. Az ünnepkörhöz több babona is kapcsolódik, a termésnek és az állatok szaporodásának kérésére különböző népi praktikákat vetettek be. Ilyen lehetett például, hogy az már magán az utcán felvonulás alatt magasra ugrottak, a farsangi bálba magasra ugrottak, hogy magasra nőjön a kender. A farsangi jó kívánságokat kívánók lába alá kukoricát szórtak, ezt adták a tyúkoknak, hogy sokat toljanak. Hasonló volt, hogy reggelente a lemorzsolt kukoricát, farsang húshagyókeddel lemorzsolt kukoricát, a vetőkukoricának használták, hogy bőséges legyen, vagy ezt adták az állatoknak. Ugyancsak például vannak helyek, ahol az első fánkokat a tyúkoknak adják, megint csak a jó tojásnak az érdekében. Tehát ezek mind-mind megint csak a termékenységet, illetve a bőséget próbálták, vagy voltak hivatottak elősegíteni. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy erre az egy-két napra a kötött társadalmi szabályok alól mentesültek egy kissé az emberek, tehát azt lehet mondani, hogy a profán világnak a keretei megnyíltak, és mindenfajta téridő keret, társadalmi normák egy kissé fellazultak, tehát az a fajta ördögtől való mulatság, ahogy a középkori források, meg a katolikus református források nevezik, ez az ördögtől való mulatság tulajdonképpen egy kicsit egy ilyen elszabadult, gőzkieresztő lehetőségeket is meghagyott az emberek számára. A farsang utolsó fontos momentuma a téltemetés volt, ami hagyomány szerint a megújulást hozta magával. Általában valamilyen elképzelt jelképes babát, szalmabábút neveznek ki a különböző népcsoportok, és ezzel valójában a felgyülemlet, a falu felgyülemlet bűneit, a télnek a gonosz ártó szellemeit, ezt mind-mind vagy a folyóba dobják, a folyóparton elégetik, tehát ez változatos ennek a konkrét megvalósulási rituáléja, de egyébként a jelentés tartalma mindazt jelentette, hogy elkezdődik a mezőgazdasági munkáknak az ideje, tehát megújul magával a természet is a télnek az eltemetésével. És ebben benne van az embernek is a teljes megújulása, tehát a régi vétkeinknek a levetése, megtisztulása, és egy új életnek, mind a természetben, mind az ember számára való elindulása.